Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ismételten Robloxozni fogunk. Fene se gondolta volna, de baromira megfogott engem ez a Squid Game-es mód. Én nagyon élveztem, és ahogy láttam ti is, de van egy hatalmas nagy probléma, ugyanis a Roblox fiókomba nem tudtam bejelentkezni, mivel nagy eséllyel elfelejtettem a jelszót, pedig nekem úgy rémlett, hogy az a jelszó, amit beírtam, de ez sehogy sem működik, és nem engedett be, és én okos, pedig nem kapcsoltam hozzá az e-mail címemet, szóval sehogy sem tudom visszaszerezni a fiókomat, pedig csomóan már bejelöltetek több százan barátnak ott, meg be is követtetek meg minden, amit innen is köszönök szépen mindenkinek, szóval ezért csináltam a nem Elek Robi X helyett egy új Roblox fiókot, aminek kreatív módon az most neve, hogy igazi Elek Robi, köszönöm szépen. Na de itt is van a Squid Game-ünk, szóval el is indítom én Roblox megnyitása. Nagyon remélem, hogy sokkal, de sokkal tovább fogunk jutni, mint az előző ilyesfajta videónkban. Az előző részben ugye az üveghídnál sikeresen meghaltam, mivel nem tudtam ráugrani arra az üveglapra, de most már sokkal több rutinom van, mármint nem abban a feladatban, hanem a többiben, bár abban is, de abban nem annyival, de remélhetőleg most sikerülni fog, és tovább fogunk jutni. Én baromira kíváncsi vagyok, hogy mégis mennyire komolyan van megcsinálva a sorozatból a többi feladat. Hát vissza is tért a bátyja! Mi van veletek, srácok? Robloxozgatunk? Még mindig a hideg ráz ettől a kis csajtól. És még mindig baromira para. Nagyon hullanak az emberek. Bármennyire csúnyán is hangzik, de nekünk ez jó, mivel minél több ember esik ki, annál közelebb vagyunk a győzelemhez. De az előző videóban sem a többi emberem múlt, hogy én meghaltam, hanem saját magamon. Szerencsére most nem lőtt le senkit. Ajjaj! Így de közel vagyunk hozzád! Most amúgy majdnem elkezdtem mondani, hogy ide jövünk és benézzünk a szoknyája alá. Mi van vele, Csajci? Na de hát szerencsére bejutottunk, szóval az első játékunk Pipa is. De ne dobálgassátok már egymást, ne legyetek gonoszak. Na várjátok, csak én is dobálgatok másokat. Hoppá, mi van veletek? Te mennyivel nagyobb darab vagy, mint én? Na veled tudja, hogy nem szórakoznék. Neked meg milyen szetted van? Na. Hékes, bírjatok magatokkal. A tisztelet, hol a tisztelet? Úgy néz ki, az összes játékos vagy elérte a végét, vagy kiesett. Szóval akkor pörög is a következő játékunk. Milyen kedves ez a player. Gratulált mindenkinek, hogy tovább jutott. Szegények nem tudják még, hogy mi fogjuk meg... Na jó! Hogy az esernyőt adod? Tesó! Persze, hogy a legrosszabbat kapom. Mennyire szerencsétlennek kell ez lenni, nehogy ráj, tesó! Jók vagyunk? Hú! Megvan az esernyő, mi van veletek? Annyira nagy mázlink volt, hogy nem volt egy galád ember se, aki rá, ugyanis vakon kitalálni az esernyőt esélytelen lett volna. Biztos, hogy ott elbuktunk volna, de hát szerencsére nem így történt. Na itt azért már jó pár ember elhullott, de hát mi egyre közelebb vagyunk a győzelmünkhöz. Mennyire ki van pattintva ez a karakter? Már nem azért. Az én karakterem miért nem néz ki így? Most lesz az, amikor baseballütőket kapunk, és hát túl kell élnünk az éjszakát. Bízzátok csak a bátyjára, felmászunk ide az ágy tetejére, és innen fogunk örködni. Ajaj, de sötét lett, és már meg is kaptuk a baseballütőt. Hát, hogyha valaki a közelembe jön, észre se veszem. Én folyamatosan azért itt... Na várjál, most már látunk valamennyit. Vadászik valaki?
De puhányak vagytok, senki nem vadászik senkire. Bár az az arc nagyon közeledik. Már mondani akartam, hogy nagyon meglepő számomra, hogy senki nem öli a másikat, de ott szembe valakire nagyon vadásznak, de hát már le is telt az idő. És senkit nem vesztettünk el. De milyen kevesen vagyunk már? Ne csináljátok már ezt velem! Az üveghidas feladatnál ez baromira nagy szívás lesz. Én nem fogok elsőként menni, most mondom nektek. Amikor békésen tudtam már, hogy hova kell ugrani, akkor sem sikerült kiszámítani ezt az egészet. És odaugrani? Na de kattingassuk, ugyanis nyernünk kell! Pörög, pörög, pörög! Nagyon jól állunk még. Nagyon, de nagyon jól állunk! Kattigassatok már! Minket húznak le, ne csináld már! Tesó, nagyon remélem, hogy a csapatom is éppen megszakad ugyanúgy, mint én a kattingatásban. Jó, jó. Már nem érzem a kezemet egyáltalán, de arcolni kell! Annyira mozog a kamera, amúgy az egész asztalt mozgatom a kattingatásba! Fú, tesó! Hú, jók vagyunk, nem? Senki nem halt meg. Bocsánat, hogyha így rezgett a kép, de hát alkotnunk kellett itt, és az életünket játszunk. De milyen komolyan néz ki ez a pálya. Nekem ez tetszik a legjobban. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol meghaltam az előző videómban, és már valaki leesett. Na ki lesz a legbátrabb, aki elindul? Ő? De figyeld már, milyen taktikát lenyom! Szépen a sima üvegeket leveri nekünk. Ő pedig már az elején kiesett. Ajjaj, 35 másodperc, még koncentrálj! Ajjaj, nyugi! 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 Nyugi, várnak már rád a srácok, nyugi, 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 nyugi. Nyugi, 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 nyugi. De, ne! Érted? Alig kellett volna már ugranom, nem igaz? Miért? Már megint itt kell elbuknom. Már nem azért, de te hekkelsz? Mégis hogy vagy ott, amikor én most indulhattam csak el? Annyira idegesítő, hogy kezdhetjük előről ezt az egészet. De nézzük a jó oldalát, legalább ez nem a valóságban van. Mert hogyha valóságban játszanánk, akkor én most szépen meghaltam volna. Aztán nem kéne még így meghalni, nem? Majdnem elindultam az előbb a piros fénynél, de hát szerencsére nem. Jó? De ne lögdössél már! Szégyeld magad! Hol a tisztesség? Hol a becsület? Melyik lökött fel? Te voltál az, Mr. Robot? Vagy pedig az a szárnyas csávó? Titeket alázni foglak! Majd ha jön a balhés rész a baseball ütőkkel, akkor csak nehogy vadásszak rátok. nem csinálok olyat. Nem szabad, de azért megfordult a fejemben. Ha megint az esernyőt kapom, akkor kijelenthetjük, hogy ez a játék szivat engem. De hát szerencsére nem, ki ne menjek a vonalból. Ki ne menjek, nincsen semmi probléma. Nincsen semmi probléma. Jó, túléltük. Na hol van az a szárnyas csávó? Jaj, csak nehogy csináljad még, haver! Na mi van, nem látod? Na mi van, főnök? De miért kell szivatni a másikat? Bár mondom ezt én, aki elkezdett trollkodni, na neki sikerülni fog? Hát reménykedjünk benne, hogy sikerülni fog. És pont az utolsó másodpercben sikerült, és nem lőtték le. Most ez a lövés hang nem az volt, és nem őt lőtték le, ugye? Hát remélem, na de... Él még az a szárnyas csávó? Melyik volt az? Nem is tudom már. Ő?
Csak nehogy jöjjek a baseball ütővel, csak nehogy! De nem, elmegyek inkább a sarokba, és békességben végig fogom várni az éjszakát. Már elindult a számláló, és a közelemben baromira sokan vannak. Hát ezek nagyon ütik egymást! Micsoda harcok mennek? Hát normálisak vagytok? Szegénynek már alig van élet, és ketten szaladnak utána. Mekkora szemetek vagytok? Fel ne gyere ide! Ha feljössz, én szétdarálok téged. Jó, nem erre fele indult. Nagy szerencsét! Megöltek valakit. Milyen agresszívak vagytok? Meg ott is van egy holttest. De nem kell sok ütés nekik. Egy 3-4 ütéssel, mint a simán el tudnál intézni valakit. Na de ott van valaki? Á, nem. Nem fogok elmenni vadászni. Most koncentrálnunk kell erre az egészre, hogy eljussunk az üveghidas feladathoz, és nem kéne ott bénáznom, és tovább kéne végre mennem. Kíváncsi vagyok, hogy megcsinálták-e azt a nagy pénzes szuccot is. És van-e benne pénz? Nagyon megnézném, hogy hogyan néz ki a játékban. Szóval szedd össze magad, Robert! Nyernünk kell! Túl is értük az éjszakát, szóval akkor jöhet is a következő játék, ami nem más, mint a... kötélhúzás. Bocs, haver. Szedd össze az ujjaidat, most kell nagynak lenni! Mi vezetünk! Fú, de vezetünk! De... a saját csapattársadat lögdösöd, hát szégyeld már magad, kivel vagy? Áruló van közöttünk? Jó, még 25 másodperc, még 25 másodperc a bal kezemet nem érzem, szóval most pihentetjük. Jó, nagyon jó, jöhet a bal kéz. Mindig stabilak vagyunk, fölényesen vezetünk, erről van szó. Kihalt? Ne! Lehúztuk őket? Hát lehúztuk őket! Mi van veletek, srácok? Ne csináljátok ezt velem, hogy senki nem mer elsőnek menni! Minden könnyúszi, mint én! Nem én akarok lenni az első tesó! De miért élünk ilyen kevesen? Hát nem is lehet megcsinálni! Alig van már időnk! De ne csináljátok már ezt! Miért vagytok nyuszik? Menni kell, ugrani kell, ott is van, ugrunk. Ezt menni kell, ahogy már én menjek elsőleg, tesó! Fú, te! Ugrunk, de miért? Érted? Nem vagy képes elsőnek menni, aztán én szenvedek itt, amikor nem is tudom irányítani a Roblox karakteremet. Hát miért csinálod ezt velem, tesó? Fú, de felidegesített. Most... és ők is leestek, na várjál csak. Megfigyelés! Mindenki meghalt már? Mindenki meghalt itt konkrétan. Meddig jutottatok el? Nincs olyan kameraszög, ahol látom. Hát baromira bénák voltak most ezek. Pedig hogy dicsértem őket, hogy mennyien éltek még ott. De hát ennyire nyuszik voltatok, hogy komolyan nekem kellett elsőnek mennem. Ha vágnám ezt a Robloxos irányítás témát, meg lenne a játékban egy csomó időm, akkor tudja, hogy simán végigvittem volna, és bám, ugrálgattam volna, és meg is lehetett volna, de hát sajnos nincsen, és nem megy még annyira ez egész, de most nekem ennyi bőven elég is volt ebből a játékból, szóval ennyi is lett volna ez a videó. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hát sajnálom, hogy nem tudtunk tovább jutni, de majd még próbálkozhatunk vele, hogyha szeretnétek, ugyanis én baromira komolyan kíváncsi vagyok, hogy mégis mik lehetnek ezek után. Hogyha szeretnétek és tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, minden ott van lent a leírásban, hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor pedig tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!